Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit! Szombathelyről, és most a szombathelyi villamosvonalát alát fogom bejárni. Ennek valahol itt volt a végállomása, de majd vágok be innen képet, mert innen speciál van. És itt jött egyébként egy kétvágányú végállomása volt, és errefele haladt tovább. A szombathelyi villamos egy 1000 mm nyomközű villamosüzemű hálózat volt, melyet 1897. június 4-én indította Vas vármegyei elektromos művek RT. A villamosüzem 3 motorkocsival és 10 alkalmazottal indult meg. A Szél Kálmán utca végében álló régi állomás fogadóépülettel szemben az utca tengelyében volt a villamos egyik végállomása. A megépült első 1640 méteres vonalszakasz másik végállomása a Püspöki iskola épülete előtt volt, elágazással a Remisz felé. Ez a Kiskad utcai szakasz végén volt. 1900-ban bővítették a járműállományt két új motorkocsival és két új pótkocsival. 1904-ben a pályaudvar új, 1901-ben elkészült épületei meghosszabbították a vonalat. 1913-ban épült meg a főtéren a kitérő, hogy az egyvágágyon közlekedő villamosokat beválhassák egymást. 1915-ben a Kálvária utca végén átadták az új remízt, ami műhelyként és várócsarnokként is üzemelt. 1970-es években évente több mint 7 millió volt az utasforgalma. A villamos 5 percenként közlekedett, keresztül szállta a korabeli várost, megbízható volt reggel 5 órától az utolsó budapesti vonat érkezéséig 23 óra 15-ig közlekedett. Az 1960-as években elfogadott közlekedési politikai koncepció elrendelte az egyvágányú villamos vonalak megszüntetését. 1968-ban a villamos vonalán párhuzamosan buszjárat is indítottak, de akkoriban a busszal kevesebben utaztak, a villamos legyőzte a konkurenciát. Végül annak ellenére, hogy végig nyereséges volt, a villamosüzem 1974. augusztus 20-án megszűnt. A hatos pályaszám volt az utolsó kocsi, ami végigjárt a Szombathely villamosvonalát. A villamos újraindítására több telk is született, külső lakótelepeket kötné össze a belvárossal, Olad és a vasútállomás között, de felmerült a tramtér ötlete is, hogy a villamos hívként közlekedne a városba, és kiállna a Kőszegre, Felsőre, vagy akár Rumra is. És hát mint egy 3 km hosszú volt a szombathelyi villamosvonal, és ezt fogjuk most bejárni. Na, látjátok, itt pont itt van egy Ikarusz. Szerencsének van egy 263-as, már itt is egyre kevesebb van, de szerencsére itt még menetrend szerinti forgalomba is megtalálható. És itt jött a villamos egyébként. Itt már egy vágányosan, és az útnak ezen a részén ment tovább. Ugye erre. Ez a ház, ami felismerhető a korabeli képeken, és mindjárt mutatom. Ez a másik, ami felismerhető. Nézzétek, innen pont van egy kép, ahol jól látszik, hogy itt jött a villamos, ott, ahol most a parkolóautók vannak. A szemben lévő ház, ami jellegzetes, illetve ezek az épületek itt. Csak a színük volt más egyébként, de jellegzetesen kivehető, és itt jött a villamos. És egészen ezen az utcán ment tovább egyenesen. Úgy tovább, itt a parkolósár helyén ment konkrétan. Ugye ezeres nyomtávolságú volt, és simán elfért. Ezt nézzétek, tehát azért némi nyoma még van a villamosnak. Itt ezek a kampók, amik a felső vezetéket tartották egykor. És itt haladt tovább erre fel a villamos. Ugye ez az épület is elég jellegzetes. Ez meg a szembe lévő másik is, tehát ez jól lehet azonosítani. És innen egy kicsivel később fordult el a mostani főtér fele. Egyébként itt valahol itt lehetett a megálló is. Itt ezen a környéken. Nagyjából a buszmegállónak a helyénél. Ezt nézzétek, itt fordult el így erre a villamos. Erről is találtam egy képet a neten, majd bevágom ide. De szerintem inkább majd csinálok esnittet még onnan szemből is. Látjátok, itt jött a villamos ezen az oldalon, és így fordult el erre. És itt ment tovább a főtér fele. Ezen az oldalon itt jött a villamos, most néztem meg egy képet, ahol nagyon jól látszik, ez az épület az felismerhető, meg a szembe lévő is. Hát a villamos az így jött erre. És akkor itt ezen az oldalon ment tovább. De akkor itt jött a villamos, és itt kanyarodott el. És ebbe az utcába be. És egyébként ott is volt egy megálló, meg itt valahol ezen a részen is, ahol ugye még miután bekanyarodott, és ott a kanyar előtt is közvetlenül volt egy megállója. És akkor valahogy, és erre fele ment tovább a főtér fele. És innen is van egy korabeli fotó, hogy innen is azokat a házakat a háttérben meg lehet ismerni, meg ezt itt. Hogy itt jött a villamos, és itt fordult. És itt ráadásul kitérő is volt, mert két vágány volt.
Arról talán még szintén van egy fotó, amikor mind a két vágányon villamos áll. Ugye itt tudták egymást bevárni a szerelvények. Két ez az épület ott jellegzetes háttérben, plusz ami mögöttem van, ahol meg a szemben lévő épület látszik. De arra kell tovább menni, a villamos az ott ment. Szóval valahogy ebből a szögből is fényképeztek innen, és innen látszik az előtérben a megálló, és itt, ahogy a villamos elkanyarodik. És ott az épületek a háttérben jellegzetesek. Azok jó ismertető jelek, tehát azok valószínűleg már akkoriban is megvoltak. És még a villamostól színes felvétel is van, 1974-ben, pont a megszüntetés napján. Valaki egy amatőr 8mm-es felvevővel végigfilmezte a vonalat, és színesben. Úgyhogy ezt a videót majd bevágom ide, itt a leírásba beteszem, mert ez érdemes megnézni. És így jött a villamos. És úgy arrafele tovább. Itt vagyok a Schmidt Múzeum előtt, és itt az egyik villamoskocsi ki van állítva, ami a vonalon is közlekedett kertbe. De sajnos bemenni nem tudok, úgyhogy ez ilyen felmásztam a kerítésre, és onnan videózok jelenleg. Látjátok, a villamos erről jött, úgyhogy, és a másik irányba nem tovább, úgyhogy haladunk tovább. Hát jó lett volna közelről megnézni, de a múzeum csak kedden fog kinyitni. A kapu meg zárva van. Látjátok, itt a Hollán Ernő utcát elhagyva fordult a Kiskor utcába a villamos, és nagyjából itt mehetett a szélsősáv helyén. És ami még érdekes, hogy majd ott el fog kanyarodni, viszont a térkép jelöl egy vágányt, ami egyenesen ment tovább, amit én tudok hova tenni, mert a korábbi fentőpontos képeken se látni, de mindesetre elmegyek, majd arra is megnézem. Látjátok, a villamos az itt jött tovább egyébként a térkép szerint, viszont jelez itt egy másik vonalat is nekem, de ez csak az elveszett csinek oldalon lévő térkép, ami viszont úgy egészen tovább ment, úgy ott a kanyar után egy körforgalomig. Ezt nem tudom hova tenni, mert ez az akkori, ugye a korábbi térképeken sincsen rajta, illetve a fentőpontú még egész jól kivehető a villamosvonal, ahogy a 60-as évekből is vannak még felvételek, amikor még bőven megvolt és üzemelt. És bizony, mert azon sem láttam ezt a vonalat, de mindegy, akkor elmegyek addig, aztán bejárjuk, hát mégiscsak így a teljes. És hát itt a körforgalom jelzi a vágányokat. És most nézzétek. Most a kerékpársáv az, azt szerintem gyakorlatilag a egykori villamos vágány helyén megy, úgyhogy most aztán tényleg a villamos vonalon megyek. És ott egyébként a templom után még folytatódok. Úgyhogy majd mondhatni a körforgalmon a második kiállatnál kell kimenni. És akkor így ott az előbb kicsit elnéztem, tehát így nem előre, így oldalról került a templomot, tehát így jött a villamos tovább. Nyilván akkor még a körforgalom nem volt itt, és egyenesen ment tovább innen. Ennyit hozzátennék, hogy a másik oldalt ment. Mert ezen az oldalon volt a villamoskocsi szín, és onnan vezettek be a vágányok. Bár lehet, hogy csak később ment át a túloldalra. Ezt nem tudom, majd meg kell néznem a térképen. És megvan a következő kép, ez már a végállomás előtt, és innen is majd bevágok egy korabeli képet, innen nagyon jó azonosítható. Főleg arról a házról majd, ha jobban megfigyelitek. Itt volt a végállomása, itt volt a megálló, itt még a felsőti tartószlopok is megvoltak végig, és itt már voltak a kiágazó vágányok a kocsi színbe. A kocsi szín pedig itt volt. Csak közben jön egy autó, én meg az úton állok. Sőt, mind a két irányból jön egy autó. De ez a ház épült a kocsi színnek a helyére. Majd szemből még veszek fel akkor innen is egy snittet. Na, ott pedig befordul egy busz. És egyébként voltak tervek arra, hogy arrafele tovább hosszabbítják a villamos, de végül nem valósult meg. Azából az egyik baja az is volt a villamosnak szerintem, hogy azából főleg kelet-nyugat irányba szelte át a várost, és a város meg inkább északfele, meg délfele terjeszkedett. Tehát ez nem lett volna egy hatalmas nagy probléma. A villamos kocsi színről is rengeteg kép van még, tehát biztos, hogy ennek az épületnek a helyén volt. Na, meg is van, tehát az a ház meg volt korábban is, ott az a TV antenna van, és ez az épület épült az egykori kocsi szín helyére, hát itt volt. És a térkép szerint még egészen addig a szoborig tovább ment egy vágány. Hát elgurulok még, addig megnézem, hogy van-e ott valami, bár nem hiszem.
Valószínűleg az már csak egy csonkavágányba végződött, az volt a végállomás, mondhatni. Valószínűleg ott tudott a villamos megfordulni, lehet, hogy volt egy lövésénk. Azt nem mondtam, hogy három kitérő volt a teljes vonal hosszon. Az utolsó az pont itt volt a Kálvária utca elején. És még ott a legelső megállónál is volt egy, ahogy a vasútállomástól kifordult abba az utcába, és a legelső nagy kereszteződésnél is volt egy kitérő. És hát itt volt végül is a villamos végállomása. Így gyakorlatilag ott a körforgalomnak. Hát ez igazából is körforgalom, csak itt ezt a szobrot megkerüli az út, és annak a végénél. És gyakorlatilag ennyi is lett volna a szombathelyi villamos bemutató videó. Nem majd vágok be ide még képeket az egykori kocsiszínről, illetve a villamos kocsikról is, ami még fennmaradt. Meg gondolom a videó leírásába be fogom rakni azt a hát körülbelül olyan 2,5-3 perces videót, amit egy Super 8-as kamerával vettek föl, ugye Néma filmként az utolsó üzemnapról. 1974. augusztus 20-án szűnt meg a villamos. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, hát köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, majd találkozunk egy következő videóba. Sziasztok!